Még a legmodernebb konyhában is sok hulladék keletkezik. Borsóhüvely, babszár, dinnyehéj, tökhéj és más egyéb hulladékok, amelyeket nagyszerűen lehet a komposztálásra felhasználni, mert minél többféle anyagból készül a komposzt, annál értékesebb. Azonnal látjuk ennek a módszereit. A környezettudatos kertgondozás része a kerti komposztáló is, mely régen készült fából, nátszövetből, illetve különböző komposztáló gödrök voltak, de a mai világban már nagyon praktikus műanyag komposztálók is rendelkezésünkre állnak, különböző gyártók termékei. Itt most ez a műanyag kupac, amit most körülöttem látnak, ez egy ilyen kerti komposztáló, amit most össze fogunk szerelni. És össze is állt a kerti komposztálónk. Ha elkészült komposztálónak keresünk kertben egy praktikus helyet, ezt könnyen meg tudjuk oldani, mert ez a komposztáló egy igen könnyű szerkezet. Meg is találtam a számomra ideális helyet. Még annyit kell tudnunk, hogy ha rágcsálóktól meg akarjuk védeni a komposztunkat, vakontól, hörcsöktől esetleg, bár ez ritkában fordul elő, inkább a vakond, akkor egy dróthálót kell az aljára helyezni ennek a komposztálónak, és így megóvjuk a rágcsálóktól a komposztunkat. A komposztáló helyének kiválasztásánál figyelembe vettem, hogy a komposztnál fontos, hogy inkább félárnyékos helyre tegyük, mert folyamatosan nedvesen kell tartanunk a komposztot, de az sem jó neki, ha túlságosan nedves. Ezért van ez a zárható fedél, tehát nagyobb eső előtt le kell zárnunk. Ha meg úgy érezzük, hogy nagyon száraz, mert ezt azért néha azért picit át kell forgatni, akkor egy picit meg kell öntözni ezt a komposztot. A műanyag komposztálók további előnye a fa, illetve nátfonatos komposztálókkal szemben, hogy ezeknek élettartamuk több tíz év is lehet, míg a fa, illetve nátfonatos komposztálók 3-4 év alatt elrohadnak, elkorhadnak. A komposzthoz a nedvességen kívül a levegő is elengedhetetlen a komposzt kialakulásához. Erre szolgálnak ezek a lyukak a komposztálón körbe, és így jól át tudsz előzni a komposztunk. Mi kerülhet a kerti komposztba? Gyakorlatilag minden szerves hulladék, ami a kertben, illetve a ház körül keletkezik. Ilyen például az egyik a fűnyesedék. Ezt most bele is szórom a komposztunkba. Felhasználható az összehúzott lomb. Valamint a meccések során keletkezett gajak és ágak. Komposztba belekerülhet a diófának a levele is, de mindenképpen csak darálás után. Még arra kell figyelnünk a komposztálás során, hogy a megfelelő arányok meglegyenek. Fűkaszálékot csak 30%-ban szabad használnunk komposztálásra. A diófa levél pedig maximum 10%-ot tehet ki. Nézzük még, mit találunk. Most egy picit csaltam, mert már konyhából én idehoztam a konyhai maradékokat, amelyben találhatóak hagymahéj, répának a héja, uborka, gyümölcsök és a kávézac egy nagyon fontos dolog. Ezt is beleszórjuk a komposztunkba. A konyhai hulladék nagyszerűen komposztálható, kivéve az ételmaradékokat, amelyek természetesen nem korhadnak, hanem rothadnak.
konyhába keletkezett szerves hulladékok közül az állati hulladékokból egyedül a tojáshéjat használjuk komposztálásra. Nem rakható a komposztra sem hús, sem csont. Tehát erre nagyon figyeljünk az ételmaradékoknál, hogy ezek nem kerülhetnek a komposztra. És most lezárjuk a komposztálónkat, és hagyjuk, hagyj dolgozzon. Semmi más teendőnk nincs, mint hogy várni, és időnként egy picit odafigyelünk a komposztra, és pedig arra, hogy mindig megfelelő nedvességtartalma legyen, ne legyen túl nedves, de azért havonta egyszer érdemes átforgatni, valamint egy picit gondoskodni arról, hogy ha száraznak ítéljük, akkor egy picit meg kell öntözni. A kisebb nyesedékű hulladék 2-3 hónap alatt már érett komposztá válik, a nagyon mennyiség azonban inkább 7-8 hónap. Amikor ez eltelik, akkor itt alul ezeken a nyílásokon, mely mind a négy oldalon található a komposztból, most nálam ugye ez friss komposzt, tehát még nem a kész, de itt fogjuk tudni kiszedni a kész humuszt, amit később föl tudunk használni. Itt egy régebbi komposztáló gödörnek a végső életét látjuk, és kicsit megástuk, és itt már meg tudom mutatni önöknek magát a komposztot. A természetben a körforgás örök, használjuk ki helyben, amit lehet.